Péntek van, dél 12 óra, múlt pár perccel, és itt is vagyunk. Elindítjuk a mai Facebook Live adásunkat. Egész héten készültünk erre az adásra, és legfontosabb témánk a tért fájdalommal kapcsolatban, mert bemutattam nektek azt a sikerösvényt, a gyógyulásnak azt a sikerösvényét, hogy hogyan jutunk el a tért fájdalomtól, a tért fájdalom okainak felkutatásától, a diagnózisig, illetve a diagnózis után pedig a terápiáig. Én dr. Marapcsik Bence Balázs vagyok, a Budapesti Mozgásszerű Magánrendelőnek vagyok az orvosigazgatója, és innen a rendelőből jelentkezem, és mai vendégünk dr. Gáspár Szabolcs lesz, aki a térizületi kopásokról és azoknak a műtéti megoldásairól fog beszélni. Gáspár doktor úrnak óriási tapasztalata van a mozgásszervi sebészetben, nem csak traumatológus, hanem ortopéd sebész, főleg ízületi felszínpótlásokkal, protézisbeültetésekkel, térdizületi artroszkópiával, keresztszalagpótlásokkal foglalkozik. Hosszú ideig dolgozott a Honvéd Kórház baleseti sebészetén, majd 2 évig az osztály vezetője volt, ami 121-es osztály, de erről meg őt fogom kérni, hogy mutatkozzon be és mondja el a szakmai tapasztalatait. Kérlek, oszd meg ezt a posztot, oszd meg ezt a videót azokkal, akiknek szintén tértfájdalmaik vannak, esetleg tudsz nekik segíteni azzal a megosztással, hogy tájékozódhattok hiteles forrásból, szakértőktől, hogy mit is szükséges tenni ahhoz, hogy a tértfájdalmakat megszüntessük, és újra visszanyerjük az ízületeknek a mozgásnak a szabadságát. Szóval amire a kérdést keressük, az, hogy mik lehetnek a tértfájdalomnak az okai, történt esetleg baleset, vagy egyszer csak elkezdett fájni az ízület? Milyen képalkotó vizsgálatok segíthetnek minket abban, hogy kiderítsük azt, hogy mi a fájdalomnak az oka? Mekkora terhelést jelenthet a szervezet számára, hogyha meg kell operálni? Mit jelent az, hogy térdízületi tükrözés? Hogy kell ezt elképzelni? Hogyan történik egy ilyen műtét? És mi történhet akkor, hogyha elmaradt most a műtét, a járvány ideje szaka alatt? Ugye minden kórház bezárt, még a magánellátók, magánkórházak is, és ebben az esetben mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a műtétre aztán majd felkészüljünk. Szóval tegyétek fel a kérdéseket itt Facebook posztban, ezeket én követni fogom, és ezekre a kérdésekre fogunk válaszolni. Úgyhogy gyertek, tegyétek fel a kérdéseiteket, aki pedig privát szeretné megosztani a kérdését, az pedig az orvosválaszol@bmn.hu e-mail címre tud írni nekünk, és ezek készséggel fogunk válaszolni. És megkérem Monát, hogy ossza meg velünk, ő a marketing asszisztensünk, ossza meg velünk azt az infografikát, amit esetleg a kedves nézőknek már én mutattam a Facebooknak itt az oldalán. Úgyhogy kérlek erre. Na, ami viszont vár ránk még itt a adás megkezdés és a Gáspár doktor prezentációja előtt, ez egy bejelentés, hiszen tudjátok, a múlt hetekben, vagy az elmúlt hetekben professzor dr. Laca Zsomborral, aki szintén egy térspecialista, de teljesen más oldalról közelíti meg a térizületnek és a térizületi problémáknak a gyógyítását, egy kutatóorvos. Ő felfedezte azt, illetve továbbfejlesztett egy módszert, ami azt jelenti, hogy a vér szérumból kivon olyan molekulákat, amiket visszaadva az ízületben a szervezetnek a saját gyógyító mechanizmusait kihasználva oldja meg a térdízületi kopásokat. És a hétvégén lesz két műsor, ez a TV2-nek az életmódi műsora, illetve az RTL-nek az egészségkalauz műsora, ezt kövessétek figyelemmel, hiszen arról fog beszélni egy eset bemutatás kapcsán, hogy ez a szérumterápia, amit a térdízületbe adhatunk porckopás ellen, ez vajon hogyan tud segíteni. Tudjátok, a Budapesti Mozgásszerű Magánrendelő az egy praxis közösség. Mi kizárólag mozgásszerű problémákkal foglalkozunk, mi már 52 szakorvos, főleg ortopéd szakorvosok, de reumatológusok dolgoznak azon, hogy minél előbb szakorvosi ellátást tudjunk nyújtani, kiderítsük azt, hogy mik a problémák. Ha kiderítettük, akkor pedig járóbeteg rendelésként gyógytornászaink, fizikoterapeutáink segítenek a gyógyulásban, és most már az elmúlt években eljutottunk oda, hogy műtéteket is tudunk végezni privát kórházban. Azonban most a járvány idejére, ahogy már sokszor hallottátok, próbálunk segíteni mindenkinek, aki ellátás nélkül maradt, nem csak aki a magán
rendelőket keresik, hanem azoknak is, akik az állami szférában jártak eddig kezelésekre, hiszen tudjuk azt, hogy most beszűkült az ellátás, hogy ha kérdésetek van, megválaszolja ez a mozgásszervi csapat azt, az orvosválaszok@bmn.hu e-mail címre nyugodtan írjatok, ez a szolgáltatásunk abszolút mindenki számára elérhető. Van egy oldalunk, a bmn.hu/segítünk aloldal, ahol szintén azokat az ellátásokat, amiket ingyenesé tettünk, például elmaradt műtétek esetén ingyenes gyógytornát biztosítunk azoknak, hogy jó felkészültséggel tudjunk a műtétre fölkészülni. Egy szóval nyitva vagyunk, most már nem csak Budán, hanem Budán és Pesten, hanem Óbudán, a Kolosi tér közelében lévő rendelőnket is megnyitjuk. Jövő hét utáni hét, tehát június 1-től 100%-os üzemmel rendelnek orvosaink és rendelnek nálunk az ügyfélszolgálatosok. Kérem szépen Monát, hogy töltse be azt a linket, amit nemrég készítettünk arra, hogy hol is vannak a rendelőink. Úgyhogy kérem azt, amit legutóbb készítette Patrik, azt mondom, kérem, ossza meg velünk. Szóval kövessetek minket ezekben a BMM Live adásokban is. Az adás végén elmondom, hogy mi lesz a következő heti témáink. De most pedig itt érkezett hozzánk dr. Gáspár Szabolcs, ortopéd sebész. Kérlek, hogy oszd meg a posztot ismerőseiddel, mert indul a prezentáció. Eljött hozzánk a főorvos úr, kérlek főorvos úr. És ajtó nyílj ki. Szervusz, főorvos úr! Örülünk, hogy itt vagy. És jó napot kívánok! Kérlek, hogy röviden mutatkozz be azok számára, akik még esetleg nem ismernek téged, hogy hol dolgoztál, mik azok a betegségek, amiket legszívesebben gyógyítasz, és hogy mi a specialitásod. Kérlek, röviden mutatkozz be, és aztán várjuk a prezentációt. Sok szeretettel üdvözlöm a nézőket. Engem dr. Gáspár Szabolcsnak hívnak, 27 éve dolgozom a magyar egészségügyben, ebből 20 évet a Honvéd Kórháznak a baleseti sebészeti osztályán töltöttem, eleinte mint civil, és utána pedig mint szerződéses katona, 15 évig voltam szerződéses katona, és hát végigjártam a Honvéd Kórháznak a ranglétráját, a rezidens orvostól kezdve egészen az osztályvezető főorvosi posztig. Ez alatt az időszak alatt ugye katona voltam, én részt vettem két modernkori háborúban, Irakban és Afganisztánban, és hát igazából az érdeklődési területem a gyógyítás terén, az a térdizület, illetve a csípőizület, ezzel a két területtel foglalkozom behatóban. Térdizületben izületi tükrözéseket, keresztszalagpótlásokat végzek, valamint protéziseket ültetek be, és csípőizületben és csípőizületi endoprotézis beültetéssel foglalkozom. Van egy kedvenc időtöltésed, ez a stratégiai társasjátékok, hogy itt említetted a katonai missziókat és a társasjátékokat, meg a stratégiát, hogy amikor bemész a műtőben, akkor mi jár a fejedben, hogyan közelíted meg egy-egy betegek az ellátását? Hát, ha egy kis párhuzamot szeretnék vonni a pályafutásom, a társasjátékok meg a műtétek között, akkor igen, én nagyon szeretem a társasjátékokat, főleg a stratégiai játékokat, ahol sokat kell gondolkodni, ezek viszonylag hosszabb és összetettebb játékok, egy kicsit hasonlóak, mint az ortopéd sebészet, mert az is egy összetett szakma, és ott is ugye az operatív szakmákra általában jellemző, hogy ugye tervezést kell csinálni, műtét előtti tervezést, és nagyon ügyesen kell ezt végrehajtani, és néha a műtőben szükség van arra, hogy az ember improvizáljon, hogyha nem minden úgy terveződik, hogy úgy történik, hogy eltervezt, akkor újabb tervet kell csinálni, újra módosítani kell, és így lehet eljutni egy sikeres beteggyógyításhoz. Ez nagyon szép volt. Kérlek, akkor kérem a nézőket, hogy osszátok meg, mert indul akkor a prezentáció, arról fogunk beszélni, hogy mik a térdfájdalom okai, és mik lehetnek a lehetséges megoldások. Úgyhogy kérlek, akkor főorvos úr, kezd el akkor a prezentációt, akkor oszd meg, amit... Nos, én most éppen ebben a Facebook live adásban arról szeretnék beszélni, hogy milyen okok okozhatnak térdizületi fájdalmat, illetve egészen pontosan majd az előadásnak a végén ezeknek a műtéti kezelési lehetőségeiről szeretnék beszélni. Nem fogok minden műtétet megemlíteni, és nem fogok minden térdizületi okról beszélni, ami fájdalmat okozhat,
hanem általában a nagyon gyakran előforduló problémákat szeretném felvetíteni, hogy a nézők és a hallgatók is tisztában legyenek vele. Hát mivel fordul hozzánk a beteg, amikor megjelenik a rendelésünkön, ugye azzal, hogy fáj a térde. Ezt nagyon sokszor úgy szokták mondani, hogy fáj a lába. Hát igazából a lábat, azt vagy az egész alsó végtagot szokták lábnak hívni, vagy pedig a bokától lefelé lévő területet, de igazából ugye ők térdfájdalommal fordulnak hozzánk. Ugye miért fájhat egy betegnek a térde, vagy megsérült, és ezt el is mondja nekünk szépen, ugye nagyon fontos a betegeknél, hogyha megjelenik, akkor egy részletes anamnézist vegyünk fel tőle, és kérem is a betegeket, hogyha eljönnek, akkor részletesen meséljék el a problémájukat, mert ez nagyon sokat segít a diagnózisnak a felállításában. Ugye, hogy lehet megsérülni sportolás közben nagyon gyakran, vagy akár egy rossz lépés közben, vagy egy guggolás közben is megsérülhet az ember térde. Ugye van olyan beteg, aki eljön és elmondja, hogy már évek óta fáj a térdem. Sőt, ugye általában azt szokták mondani, hogy nagyon régen fáj. Én mindig el szoktam mondani, hogy nekem a 10 év is nagyon régen van, meg az 5 év is, meg a 20 év is. Úgyhogy ezért jó, ha konkretizáljuk ezeket a problémákat, mert ez nagyon sokat segít a vizsgáló orvosnak. Ugye, amit még szoktak mondani, hogy már régen megmondták, hogy elkopott a térde, már 20 évesen is. Hát azért 20 évesen általában nagyon ritkán szokott a betegeknek a térdizülete elkopni. Nem lehetetlen, de ez alapjában véve ritkán fordul elő. Úgyhogy ezt mindig érdemes kideríteni, hogy mi is az a régóta, amióta fáj. Illetve sokszor előfordul, hogy csak úgy jelentkeznek a betegek, hogy semmilyen sérülés nem érte őket, egyszer csak bedagadt a térdizületük. Ugye itt is részletesen ki kell őket kérdezni, hogy volt-e korábbi betegségük, vagy esetleg egy korábbi sérülésük, amire már így nem is emlékeznek. Ugye milyen térdizületi fájdalmak vannak, hogyha két nagy csoportot akarunk osztani, akkor vannak az úgynevezett akut sérülések, vagy akut térdizületi fájdalmak. Ugye ezeket okozhatják sérülések, rossz mozdulatok, van úgy, hogy a beteg hirtelen nem tudja teljesen kinyújtani, vagy nem tudja teljesen behajlítani a térdét. Ez egy nagyon rossz dolog, ettől ugye relatív rövidebb lesz az érintett oldali végtag, és akkor elkezd sántikálni a beteg. Tehát ilyen esetekben azt javaslom, hogy mindig azonnal fel kell keresni szakorvost, majd erről később fogok beszélni. Vagy ha hirtelen nagyon beduzzad az embernek a térdizülete, ez egy feszítő érzést szokott okozni. Ha az ember kinyújtja a térdét, akkor a térdhajlatban, ha pedig behajlítja, akkor pedig a térdkalács fölötti részen szokott ilyen feszülést érezni. Általában ezek az akut problémák, amikor a betegek jelentkezhetnek. És vannak az úgynevezett krónikus térdizületi fájdalmak, amikor már évek óta fáj, de most egy kicsit rosszabb lett, vagy már érzi a beteg hónapok óta, hogy fájdogál a térde, főleg, hogyha lépcsőn jár, vagy hosszan ül, de igazából a mindennapi tevékenységben nem mindig zavarja. Vagy van olyan fájdalom is, ami csak terhelésre jelentkezik. Tehát gyakorlatilag a mindennapi életben nem zavarja, de ha elkezd sportolni, akkor fájhat a térde, ezeket krónikus térdizületi fájdalmaknak szoktuk hívni. Mit tegyünk, hogyha fáj a térdünk? Hát, hogyha akut problémánk van, amiket az előbb felsoroltam, akkor azt javaslom, hogy mi hamarabbi szakorvosi vizsgálaton vegyünk részt, vagy kérjünk időpontot. A budapesti mozgásszervi magánrendelő erre egy garanciát is vállal, hogyha a beteg jelentkezik, hogy neki akut térdizületi panasza van, vagy gyakorlatilag bármilyen mozgásszervi panasza, akkor mi egy napon belül, tehát 12-9 órán belül szakorvosi vizsgálatot tudunk neki biztosítani. Krónikus fájdalmak esetén nem biztos, hogy egyből orvoshoz kell szaladni, meg kell próbálni különböző terápiákat, ezek általában táplálékkiegészítők lehetnek, amik az ízületi porcnak az állagát javítják, ilyen például a glükózamin szulfát, ugye ez a hatóanyagnak a neve, sokfajta ilyen készítmény létezik, ezek általában recept nélkül kapható táplálékkiegészítők. Meg lehet próbálni tornázni. Ugye a magyar lakosságnak a nagy része sajnos nem túl jó fizikai állapotban van, és egy célzott gyógytorna kezeléssel sokat lehet javítani ízületi, krónikus ízületi fájdalmakon. És hogyha mindezek ellenére nem tapasztal javulást a beteg, akkor javaslom, hogy röntgenfelvételt kell készítetni általában az adott ízületről, például, ahogy most ugye a térdizületről beszélünk, akkor a térdizületről, és a térdizület esetében ez mindig terheléses röntgenfelvétel kell, hogy legyen, és ennek birtokában javaslom, hogy keresse fel a szakorvost, és jöjjön el egy szakorvosi vizsgálatra. Én úgy gondolom, hogy a szakorvosi vizsgálat kell, hogy eldöntse, hogy a röntgenfelvételen kívül szükséges-e bármilyen más képalkotó vizsgálat, például MR-vizsgálat. Ugye az MR-vizsgálat ez egy viszonylag drága vizsgálat. Én azt javaslom, hogy
ezt általában a szakorvos indikálja be, hogy milyen képalkotó vizsgálatot szeretne még, ahhoz, hogy a diagnózist pontosítsa. Szeretnék egy pár szót beszélni a térdizületről, hogy tisztában legyenek a nézők és a hallgatók is azzal, hogy hogy is néz ki egy térdizület. Ugye ez csontok alkotják a térdizületet, a combcsont, a sípcsont, a szárkapocsont és maga a térd kalács, ahogy itt az ábrán lehet látni. Vannak szallagok a térdizületben, négy fő szallagot különböztetünk meg, van egy belső, meg egy külső oldalszalag, ez a belső oldalszalag, ez pedig a külső oldalszalag, illetve van két keresztszalag, egy előső, meg egy hátulsó keresztszalag, ezek a szallagok a térdizületnek az oldalsó, illetve az előső, hátsó stabilitását biztosítják, ugye ezek is meg tudnak sérülni. Vannak porc felszínek, a csontokat, amelyek a térdizületet alkotják, ilyen a térdkalács, a combcsont, meg a sípcsont, ezeknek a felszínét porc borítja, ez egy üvegporc gyakorlatilag. És ezen kívül a térdizületen belül, a két nagy csont között, a combcsont meg a sípcsont között, kívül is, meg belül is van egy félhold alakú porcgyűrű. Ezeket meniszkuszoknak hívjuk, ennek majd később lesz lényeges szerepe. Mi történik, hogyha a betegnek fáj a térde, és eljön egy szakorvosi vizsgálatra? Akkor először is meg fogjuk őt vizsgálni, ez egy fizikális vizsgálat, és nagyon fontos, hogy ez mindig egy összehasonlító vizsgálat lesz, tehát ne lepődjenek meg a betegek, hogyha a vizsgálat az épp oldalukkal kezdődik, akkor nem elrontotta a vizsgáló orvosa a vizsgálatot, hanem össze fogja hasonlítani, mert szükséges az, hogy valamihez hozzá tudjuk hasonlítani a sérült vagy fájó oldalt. Röntgen felvételt fogunk készíteni, illetve nagyon jó, hogyha a beteg hoz magával a felvételt, és ahogy mondtam az előbb, ez mindig egy állva készült felvétel legyen, tehát egy terheléses felvétel, mert mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy ha megterheljük az izületet, a térdizületet, akkor a két csont közötti távolság, valamint a tengelyek, azok hogyan változnak. Kérhetünk kiegészítő vizsgálatokat is a későbbiekben, ilyen lehet a MR vizsgálat, ugye ez egy mágneses rezonancia vizsgálat, az ultrahang vizsgálat, vagy a CT vizsgálat, de ezt mindig érdemes szakorvosi indikációt követően elvégeztetni. Ugye ez a képen itt alul egy MR vizsgálat képe látható, és itt látszik, hogy itt nem csak a csontok látszódnak, az MR vizsgálat az alapjában véve egy lágyrész vizsgálat, tehát a lágyrészekről fogunk egy nagyon jó képet kapni. Ugye itt lehet látni egy röntgen felvételt, fölötte pedig az MR felvételt, ami már az izmok is, meg az izületi folyadék is ábrázolódik. Aztán kérheti a vizsgáló orvos, hogyha nem talál semmit sem a térdizületi fájdalom hátterében, vagy mindenféle sérülés nélkül jelentkezett ez a fájdalom, akkor elképzelhető, hogy valamilyen góc van az ember szervezetében, az azt jelenti, hogy van valahol egy olyan gyulladás a szervezetünkben, ami ahol éppen van, ott semmilyen panaszt nem okoz, de kihatással lehet például a térdizületi fájdalomra is, ezért nem ritka, hogy elküldjük a betegeket góc kutatásra. Itt felsoroltam, hogy általában fülorgégészeti, fogászati, urológiai vagy a nőket nőgyógyászati vizsgálatra küldjük. Ezek azok a gyakori területek, ahol előfordulhat olyan gyulladás, ami ahol éppen van, ott nem okoz problémát, de a későbbiekben kihathat például a térdizületi fájdalomra, és természetesen a laborvizsgálatot is szoktunk kérni ilyen esetben. Mitől fájhat a térdünk? Mindezek után feltehetjük ezt a kérdést. Ugye az akut izületi fájdalmakat, ezeket az ízületi belhártyának a gyulladása okozhatja. Okozhatja ennek a félhold alakú porcgyűrűnek, amit az előbb említettem, a sérülése. Ezt szokta a köznyelv általában porcleválásnak hívni, hogyha ez a porcgyűrű megsérül. Ez igazából nem egy jó szó, mert ez nem válik le sehonnan, hanem elszakad, mintha egy ollóval bevágnánk, és később ez fogja a problémákat okozni. Okozhat problémákat, akut térdizületi problémákat, a szallagoknak a szakadása. Ez lehet az oldalszalagnak, vagy a keresztszalagnak a szakadása. Hát ezeket általában észre szokták venni a betegek, mert ez egy viszonylag nagy sérülés kell, hogy ezek a szalagok elszakadjanak. Ilyenkor nagyon gyorsan, nagyon hamar beduzzad az emberek térde a sérülést követően. Ugye okozhat akut térdizületi fájdalmat. Törés, tehát a csontoknak a törése, valamint az izületi felszíneknek a sérülése, tehát a csontot borító üvegporcnak a sérülése, vagy az alatta lévő csontnak a porcel egyetemben való sérülés, ezt osteokonditis dissecansnak hívják, általában OCD rövidítéssel szokták használni a nomenklatúrában. Krónikus fájdalmak is lehetnek természetesen,
Ugye itt ideírtam újra, hogy az ízületi belhártya gyulladás az lehet egy akut gyulladás, akkor hirtelen nagyon megduzzad az ember térde, de lehet egy krónikus ízületi belhártya gyulladás is, ezt sinovitisnek hívják latinul, amikor az ízületi belhártya egy kicsit be van gyulladva, ez egy állandósult tompa fájdalmat szokott okozni az emberek térdében, és mindig egy picit duzzadtabb az adott ízület. Okozhat krónikus térdízületi fájdalmat az ízületi porcnak a lágyulása, amikor nem megy tönkre a porc, csak egy kicsit veszít a víztartalmából, puhább lesz, feltöredezhet, és ez okozhat problémákat. Ezeket általában konzervatívan szoktuk kezelni, ezeket a problémákat. Valamint ugye a porc kopás, amikor már elkopik az ízületi felszín borító üvegporc, ez is természetesen fájdalmakat okoz. És akkor most szeretnék rátérni arra, hogy mi az, amit mi operatívan tudunk segíteni ezekből a fájdalmakból. Itt pirossal kiemeltem, hogy mi az, ami általában műtéti ellátást igényel. Ugye milyen gyakori műtéteket szoktunk végezni a térdízületben? Köszönöm, hogy egy picit miért rátérnél a műtétekre. Csak szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy tegyék föl közben a kérdéseiket, mert körülbelül még egy 20, fél órát, 20 percet leszünk, és hogy meg tudjuk válaszolni élőben. Hogy akinek műtéttel kapcsolatos kérdés, hogy az eddigiekhez van kérdése, vagy története, vagy akár saját sztoria, azt nyugodtan tegye fel a kérdését, és akkor megpróbáljuk megválaszolni most rögtön a Facebook adásban. Köszönöm. No, tehát rátérve a műtétekre, ugye gyakori műtétek, az egyik leggyakoribb térdízületi beavatkozás az a térdízületi tükrözés, ezt artroszkópiának hívják. Ugye amikor két pici lukon keresztül itt az ábrán lehet látni, az egyiken egy kamerát dugunk a térdízületbe, a másikon pedig eszközöket, amivel a térdízületen belül tudunk dolgozni, és ott bizonyos sérüléseket, szakadásokat el tudunk látni. Ez nagyon gyors beavatkozás, mert mindjárt részletesebben is fogok róla beszélni. A másik nagyon gyakori műtét az a keresztszalag pótlás. Ugye a térdízületben van egy előső, meg egy hátulsó keresztszalag. Döntő többségében mindig az előső keresztszalag sérül a térdízületben. Ennek a pótlását is artroszkóposan tudjuk elvégezni. Vannak különböző egyéb szalagrekonstrukciós műtétek, ugye nem csak ez a két keresztszalag létezik a térdízületben. Így gyakoriság szerint próbáltam sorbaállítani, hogy milyen műtéteket végzünk. Térkalács problémák miatt lehet végezni műtéteket, ezek már csontos műtétek, az azt jelenti, hogy már hozzányúlunk a térdízületet alkotó csontokhoz is, és bizonyos in tapadási helyeket arrébb helyezünk, vagy egy kicsit felszabadítunk, és ami még nagyon gyakori térdízületi műtét, ezek a protézis beültetések, amikor pótoljuk az ízületi felszínt, és az eredeti felszínt, ahogy itt lehet látni, művi ízületi felszínnel pótoljuk. És akkor szeretnék egy picit három térdízületi műtétről beszélni, hogy a hallgatók és a nézők képben legyenek azzal, hogy mi is történik, amikor az ember részt vesz egy térdízületi tükrözésen. A térdízületi tükrözés az az egyik leggyakoribb beavatkozás a térdízületben. Ezt egy napos sebészeti beavatkozás keretén belül meg lehet csinálni. Ez körülbelül 20-25 percig tart ez a beavatkozás. És a leggyakoribb oka, amiért ilyet végzünk, az ennek a félhold alakú porcgyűrűnek, amit itt lehet látni, ennek a sérülése. Ez általában elszakad, és ahogy korábban mondtam, ezt hívja a köznyelv porcleválásnak. Ez egy állandósult, vagy nagyon hirtelen jelentkező térdízületi fájdalmat tud okozni. Úgy érzi a beteg, mintha beleszúrnának a térdébe valamit, aztán ez oldódhat ez a panasz, aztán egy-egy rossz mozdulatra megint csak visszatér. Általában ilyen problémák után a térdízület felduzzad, aztán, hogyha pihentetik, akkor ez a duzzanat megszűnik. Ezeket a műtéteket altatásban szoktuk végezni, döntő többségében két pici meccést ejtünk a térdízületen. A beteg a műtétet követően még aznap hazamehet, és otthonában pihenhet. Az operát végtag terhelhető, ugye ez nagyon sokszor kérdés szokott lenni, hogy kell-e mankót hozni, utána nem kell mankót hozni. És azt szoktuk kérni a betegektől, hogy otthon egy hétig lakásnyugalomban pihenjenek. Az azt jelenti, hogy nem kell egész nap feküdni, de a lakáson belül pihenjenek, ne akarjanak csak nagy takarítani, vagy csak főzni az egész családra, hanem pihenjenek. A másik viszonylag gyakran végzett térdízületi beavatkozás az az előső keresztszalagnak a pótlása. Az előső keresztszalag adja az előső stabilitását a térdízületnek. Ez a beavatkozás, ez egy körülbelül egy órás beavatkozás. Ezek után a beteg egy éjszakát tölt az adott kórházban, ahol megoperálják.
Ezt is általában vagy altatásban, vagy gerinc közeli érzéstelenítésben végezzük ezeket a beavatkozásokat. Itt már 4 kis meccés lesz a térdizület körül, mert ugye szalagot kell vennünk, ezt általában a sípcsonton tapadó izmoknak az inas részét vesszük el, 2 izomnak az inas részét szoktuk hozzá felhasználni. A beteg másnap hazamehet, terhelhető az operált végtag. Ez a technika, amit mi alkalmazunk, az egy olyan stabil rögzítést ad az előső keresztszalag pótlásánál, hogy a beteg gyakorlatilag ráléphet az operált végtagjára, mi nem alkalmazunk semmilyen külső rögzítőt utána, egy pár napig adunk neki segédeszközt, hogy a műtét után közvetlenül jelentkező úgynevezett posztoperatív fájdalmat csökkentsük, de utána ezt elvesszük a betegtől, és arra kérjük a beteget, hogy vegyen részt egy intenzív gyógytornán. Ugye ezt neki is kell végezni, valamint vezetetten gyógytornás segítségével is kell végezni. Én mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogy az, hogy milyen jó lesz a térdizületük, az mondjuk egy 50%-ban azon múlik, hogy mi hogyan operálunk, a másik 50% meg rajta múlik, hogy hogyan gyógytornázik a beavatkozást követően. Általában ez egy olyan 3 hét kiesést jelent a munkából, nyilván függ attól, hogy a beteg milyen munkát végez, és egy fél éves vagy 8 hónapos kiesést jelent az intenzív sportolásból, mert nem engedjük meg a betegnek a műtétet követően, hogy olyan mozdulatokat végezzen, ami hirtelen irányváltoztató mozgással jár. És a harmadik gyakori beavatkozás, amiről szeretnék egy pár szót mondani, ez a térdizületi endoprotézis beültetés. Mi ezt egy minimál invazív feltárásból végezzük, az azt jelenti, hogy izmokat nem nagyon vágunk át, csak egy nagyon picit behasítunk, és arrébb húzzuk gyakorlatilag a térdkalácsot, és így érjük el a térdizületet. Ez azért nagyon lényeges, mert sokkal gyorsabb lesz a betegeknek a rehabilitációja, sokkal könnyebben fogja tudni nyújtott lábbal megemelni a lábát a műtétet követően. Ez ugye egy befekvéssel járó beavatkozás, maga a műtét az körülbelül 70 percig tart, általában gerinc közeli érzéstelenítéssel végezzük ezt a műtétet, ritkábban altatásban. És mire számíthat a beteg? Hát ahogy itt a képen lehet látni, egy ilyen egyenes meccés lesz a térdizülete felett, és ebből a meccésből fogjuk beültetni a protézist. Általában a nálunk megjelenő betegek 3 éjszakát tartózkodnak benne a kórházban, őket műtétet követő első nap rögtön felkeltjük, és megtanítjuk járni, vagy járókerettel, vagy pedig könyökmankóval, és részterheléssel már terhelhetik is az operált végtagjukat. Én javaslom minden betegnek, aki térdizületi endoprotézis beültetésen esett át, hogy használjon passzív térdmozgatógépet, ez a kórházban rendelkezésre áll, de a beteg otthonában is ki tudja kölcsönözni ezt a gépet, és ez nagyon fontos a rendszeres gyógytorna mellett, ami nagyon, nagyon fontos a térdprotézis beültetésnél is, hogy ezt a passzív térdmozgatógépet egy olyan 4-6 hétig használja a beteg, ez nagyon megkönnyíti az ő rehabilitációját. A protézissel operált betegeket a 6. héten, a műtétet követő 6. héten és a műtétet követő 12. héten, tehát 3 hónappal a műtét után hívjuk vissza kontrollvizsgálatra, a 6. héten meg is röntgeneztetjük őket, és ha azt látjuk, hogy minden rendben van, akkor a segédeszközt elhagyva már járhatnak, de nagyon fontos, hogy 3 hónapig gyógytornázzanak. Mi ezeket a beavatkozásokat magánkórházakban végezzük, és hogy miért jó a magánkórházi ellátás, hát egyrészt ez egy nagyon szép hely, hát ezt általában a betegek értékelni szokták. Ugye aznap kell csak befeküdni, nem kell korábban befeküdni és felesleges éjszakákat tölteni. Ott ezek 1-2 ágyas kórtermek, akadálymentesített fürdőszobákkal, tehát tényleg egy nagyon luxus környezetet tudunk biztosítani. Nagyon finomak az ételek, ezt sokan meg szokták jegyezni, és hát egy lelkes nővér és gyógytornász gárda vesz részt ebben az ellátásban, ugye mindig szem előtt tartva a betegnek a biztonságát. És mi kell a sikeres együttműködéshez? Hát először is kell maga a beteg, aki megjelenik és elmondja a panaszát. Aztán kell egy alapos fizikális vizsgálat, valamint képalkotó vizsgálatok, hogy mi kiderítsük, hogy mi a betegnek a panasza, és ebből együtt lesz aztán egy gyógyult és örömteli kimenetel, reményeink szerint, és akkor mindenki úgy érzi, hogy tényleg sikeresen lezajlott ez az együttműködés. És bíztatok minden beteget, hogy hát szabaduljon meg a fájdalmától, és keresse bizalommal a mi kis összeszokott csapatunkat, mert így együttműködve tényleg sikeresen tudjuk gyógyítani a betegeket. Hát Törzsi, nagyon szépen köszönjük, nagyon szemléletes és tartalmas volt az előadás, és
nagyon szépen, tömören összefoglaltad azt, hogy a tért fájdalomtól hogyan jutunk el a gyógyulás sikerösvényén a mozgás szabadságához, amiért igazából küzdünk. Egy-két kérdés. Aha. Vissza is adom a képet. Jó. Neked, igazgató úr. Köszönöm szépen. Egy-két kérdés érkezett, és akkor elkezdenénk ezeket megválaszolni, de továbbra is bátorítanám a kedves nézőinket és hallgatóinkat, hogy tegyék fel kérdéseiket itt a Facebookon, vagy pedig az orvosválaszol@bmn.hu e-mail címen, ha pedig ismerőseiteket érintheti ez a problémakör, akkor pedig osszátok meg velük ezt a lehetőséget. Összevonnék két kérdést, amit Feri és Klári kérdezett. Ők elsősorban egy konzervatív terápiával kapcsolatban, a glükózamin szulfát terápiával kapcsolatban kérdezik, hogy állandóan kell szedni ezeket a porcépítőket, vagy pedig érdemesebb 3 havonta ciklikálni. És Klári kérdése pedig az, hogy milyen hatású gyógyszer a kondroszulf, és milyen ütemben hatásos használni is inkább a szedésére vonatkozik a kérdés. Köszönjük szépen a kérdéseket. Én azt szoktam javasolni a betegeknek, hogy amennyiben ilyen porc lágyulást állapít meg a kezelőorvos, akkor kombinált terápiákat alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy glükozamin szulfátot, kondroitin szulfátot, kettes típusú kollagént, ezeket így egybe jó szedni. Rengeteg ilyen készítmény létezik, ami ezeket tartalmazza. Két lényeges dolog van, az egyik, hogy ezeket ciklikusan érdemes szedni, tehát én azt szoktam javasolni, hogy egyszer a tavaszi, egyszer pedig az őszi fél évben 3 hónapig érdemes ezeket a gyógyszereket szedni, illetve hát ezek ugye táplálékkiegészítők. Nagyon fontos, hogy amellett, hogy ezeket szedjük, azért még különettől csodát ne várjunk, hanem hogy mozogjunk is hozzá, tehát mozgassuk a térdizületünket, mert ez nagyon fontos az izületnek, hogy terhelés nélküli mozgást végezzen, tehát vagy gyógytornát végezzenek, vagy szobakerékpározzanak, vagy gyors lábtempóval ússzanak. Ez egy fontos dolog. És ugye ezek a táplálék kiegészítők, ezek az ízületi porcnak az alapépítő elemei, és a vízkötő képességét, a rugalmasságát növelik a porcnak. Köszönjük szépen. A következő kérdés Krisztina kérdező, 41 éves, tavaly volt egy bal térd sérülés, és éppen a főorvos úrnál járt, kapott 3 injekciót, ami vélelmezem, hogy hialuronsavas injekció lehetett, most ugyanazokat érzem, kis sajgószúró fájdalom. A kérdésem az lenne, hány százalékban esélyes az injekció kúra utáni porckupás gyógyulása? Van-e valami különleges módja annak, hogy ha az injekciós projekt nem válik be, akkor szükség lehet-e műtéti beavatkozásra? Megint csak köszönöm szépen a kérdést. Tehát alapjában véve, ugye először szájon keresztül szedhető táplálékkiegészítőket szoktunk alkalmazni ezeknek a porc felpuhulásoknak a kezelésére, de előfordul, hogy ezek, ha nem elég hatásosak, akkor hialuronsavat tudunk injektálni a térdizületbe. A hialuronsav, ugye borzasztó nagy vízkötő képességgel bír ez is, be tud épülni, föl tudja venni az izületi porc, hogyha beadjuk az izületbe, ez is növeli a porcnak a rugalmasságát. Ezeket lehet ismételni, nem túl gyakran érdemes őket ismételni. Én azt szoktam mondani, hogy általában egy fél évnél gyakrabban nem feltétlenül érdemes hialuronsav injekciókat alkalmazni. Hogyha ennél gyakrabban szorulna a beteg ilyen kezelésre, akkor keresni kell az okát, hogy ez miért alakult ki, további diagnosztikus lépéseket kell tenni. Ehhez kapcsolódik a kérdés, amit Erika kérdezett most, hogy a hialuronsavas injekciót lehet-e adni, illetve kapni akárhányszor? Úgy értem, hogy akár évtizedekig is szükség szerint? Hát ezt a kérdést is köszönöm szépen igazából. Attól függ, hogy hogyan reagál rá a beteg. Hogyha a beteg jól reagál ezekre a hialuronsav kezelésekre, és mondjuk egy fél egy évig teljesen megoldja a panaszát, akkor így ezeket lehet ismételni. Aztán nyilván ezek sem teljesen csodaszerek, tehát egy teljesen tönkrement és elkopott térdizületet nem fognak felépíteni, nem fognak meggyógyítani. Tehát az a lényeg, hogy olyan helyzetekben alkalmazzuk őket, olyan mértékű porc felpúrásnál, amikor ezek még effektíven ki tudják fejteni a hatásukat. Egy teljesen tönkrement izületnél, amikor már nincsenek izületi felszínek, ezek a gyógyszerek már nem fognak oda izületi porcot varázsolni, ebben az esetben sajnos a protézis beültetés az, ami választandó megoldás. Visszakérdeznék, hogy ez azért adható, tehát káros hatása, mellékhatása? Persze,
káros hatása nincsen, és adható, igen, gyakorlatilag, ha jól reagál rá a beteg, akkor évekig is adható, évtizedekig is. Akár évtizedekig is adható, mellékhatása nincs, hogyha beváltja a hatását, akkor ez adható. Lídia kérdezi, jó napot kívánok, doktor úr, nekem olyan gondom lenne, hogy kedd óta fáj a térdem, tehát egy akut térdfájásról van szó. A térdem feletti rész be van dagadva, behajítani nem tudom a fájdalom, viszont a térdem belső és külső részén fáj, azaz a térdem két oldalán. Üzemorvos látta, kaptam egy gyógyszert, illetve jegelést javasolt, azóta követem az utasítást, közben kértem időpontot magánrendelésre, térspecialista orvoshoz jövét, kedre kaptam időpontot. Az lenne a kérdésem, hogy addig mit tudok tenni, hogy enyhítsem a fájdalmat és a járást? Mire számíthatok, mit fog mondani az orvos, mi lehet a térdemmel? Itt ugye egy lényeges dolog kimaradt a kérdésből, az, hogy érte valamilyen sérülés az ő térdizületét, vagy nem. Tételezzük fel, hogy nem érte sérülés, csak bedúzzadt a térdizülete. Ebben az esetben ugye a gyulladás csökkentő gyógyszerek, amiket kapott, ezek hatásosan kezelhetik az izületi belhártya gyulladását. Ugye azért van megduzzadva a térdizület, mert begyulladt az izületi belhártya, ez egy csomó folyadékot termel, és a folyadék az, ami a duzzanatot okozza a térdkalácsa fölötti részen. De ahogy a Lívia beszámolt róla, hogy gyakorlatilag egy külső és a belső részen is jelez fájdalmat, ez feltételezheti, hogy mégiscsak valamilyen térdizületen belüli elváltozás van, azon kívül, hogy az izületi belhártya be van gyulladva, ennek kell keresni az okát. Először mindenképpen egy röntgenfelvételt kell készíteni a térdizületéről. A jegelés és maga a gyulladás csökkentő gyógyszerek szedése az keddig tökéletesen megfelelő. Én azt javaslom, hogy addig a csavaró és a guggoló mozgásokat kerülje, és a diagnosztikai vizsgálatokat követően lehet tovább lépni, és megállapítani, mi is okozza az ő tért fájdalmát. Köszönjük szépen, hogy továbbra is bátran kérdezzetek, de jönnek sorban a kérdések, így Gábor kérdezi, üdvözlöm, esetleg térdműtét, szalagok, TB támogatással is, vagy csak térítéssel, illetve mi a véleményük a hasi zsírból vett őssejt kezelésről? Akkor ezt két részben válaszolom a kérdést. Az egyik az az eleje, természetesen ezek a beavatkozások TB támogatottan is elérhetőek. A különbség az, hogy ott ugye egy általában hosszú várólisták szoktak lenni a kórházakban ezekre a beavatkozásokra. És a másik kérdésre válaszolva pedig, hogy a hasi zsírsejtből vett és majd a térdizületbe visszainjektált kezelés az hatásos-e, ezt úgy hívják, hogy lipogems kezelés, ezt a kezelést, és vannak olyan esetek, vannak olyan térdizületi felpuhulások, vagy kezdődő izületi kopások, ahol igen, ezek nagyon hatásosak lehetnek, ezekben különböző növekedési faktorok, őssejteket tartalmaz ez a kezelési módszer, és amennyiben jó indikációval adják, akkor ezek nagyon hatásosak tudnak lenni. Ide kötném még azt, hogy ugye ez az adásunk elején felkonferáltam professzor dr. Laca Zsombort, de vele is volt a szérumterápiáról kapcsolatos interjú, és hogy olyan hasonló a két kezelés, hiszen mind a kettőben ezeket a növekedési faktorokat, gyulladásos faktorokat, a gyulladás elleni faktorokat gyűjtjük össze és adjuk be a térd izületben, és hát ha nem is őssejt, de úgynevezett regenerációs sejtkezelés az tud megvalósulni. Picit más a két technika, de erről a szérumterápiáról most hétvégén lesz majd többféle adás. Újabb kérdés Zoltántól, patella íni gyulladás esetén milyen terápia jöhet szóba? A patella íni gyulladást ezt általában az angol nomenklatúrában az ugró térdnek szokták hívni, ez így hívják, hogy jumper's knee. Általában ez gyulladás csökkentő kezeléssel kezeljük, tehát gyógyszeresen, pihentetéssel, és amennyiben ezek nem elég hatásosak, vagy nem szűnik a betegnek a panasza, akkor tovább lehet lépni, és például ultrahangos lökés hullámterápiát lehet erre a területre adni. Ez is nagyon erős gyulladás csökkentő hatással bír. A lökés hullámterápiát említetted, fölösül, ezt a térd izületi egyéb problémákra is ajánlod, vagy csak az ugrótérdre? A lökés hullámterápiák, azok általában, ezt úgy kell elképzelni, én azt szoktam mondani mindig a betegeknek, ez egy úgynevezett maga a kezelő fej, mint egy toll,
és körülbelül olyan érzés, mintha nagyon-nagyon gyorsan, mondjuk 2000-szer kalapáccsal ráütnének az érintett területre. Ez egy helyi vérbőséget okoz, és gyakorlatilag nagyon-nagyon erős gyulladáscsökkentő hatást tud kifejteni. Én úgy gondolom, hogy térdizületben ritkábban használjuk a lökés hullámterápiát, általában inak tapadásának vagy eredésének közelében kialakuló gyulladásokat szoktunk vele kezelni. Jött egy kérdés, de ezt szerintem én fogom megválaszolni a Tantál Elektronikai Kft-től. Üdvözlöm Önöket, a Lipogems ősej terápiáról tudna pár szót szólni, hogy ennek költsége hogy alakul, imént beszéltünk róla, illetve a költségeket pedig a honlapunkról fogja tudni meg, onnan fog tudni tájékozódni. Vannak azonban e-mailen jött kérdések. Még továbbra is kérem a nézőket, hogy most tegyék fel kérdéseiket, itt vagyunk fölbrosúra, és hiteles forrásból tudunk beszámolni arról közvetlenül, hogy mit tegyünk térdfájdalom esetén, illetve mikor van szükség műtétre, és ezek a műtétek hogyan alakulnak, vagy hogyan is végezzük őket. 65 éves nőbeteg kérdezi e-mailem, ízületi porckopáson van, már korábban diagnosztizálták, előreadott stádiumban van, nagyon nehéz a reggeli elindulás, azonban napközben bejáródik. Hónapról hónapra azonban rosszabbodik. Műtétet még nem javasoltak, félek a műtéttől, hogyan tudnám elodázni a műtétet, és hogyan tudnám elkerülni? Köszönöm szépen először is a kérdést, a másik pedig, hogy a hölgy elmondta, vagy leírja a panaszait, ugye neki ez egy régóta fennálló ízületi kopás, amit már ugye úgy tűnik, hogy bizonyítottak, hogy el van kopva a térdizülete. Ugye évek óta fennáll ez a problémája, és hónapról hónapra rosszabb a probléma. Én úgy gondolom, hogy eljön az a pont, amikor az embernek az életét már megkeseríti, a mindennapjaiban problémát okoz az, hogy fáj a térd, de alig tud elindulni, nem tud hosszabb utat megtenni, nem tud sétálni, mert ez panaszokat okoz, akkor én úgy gondolom, hogy nincs mire várni, érdemes belevágni abba, hogy kicseréljék az ízületét, és egy művi ízületet ültessenek be. Ez egy nagyon jól kitalált műtét, nagyon effektív, a betegek utána gyakorlatilag panaszmentessé válnak, a mindennapi tevékenységüket fájdalom nélkül fogják tudni végezni a jövőben. A 65 éves életkorban már nyugodtan be lehet ültetni térprotézist a betegekbe, és panaszmentessé lehet tenni a következő 15-20 évüket. Egy hölgy kérdezi, ő kézilabdázik, 32 éves, így hobbi szinten, de letapadt a lába, és előső keresztalag szakadás szenvedett. Egy hónapja meg is operálták, és azt kérdezi, hogy hogyan tudná felgyorsítani a rehabilitációját. Érdemes-e ilyenkor gondolkozni injekciós kezelésekben, vagy csak csinálja tovább a gyógytornát? Ezt a kérdést is köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy 6 héttel az előső keresztszalag pótlást követően alapjában véve a gyógytorna az elsődleges, amit nagyon fontos, hogy végezze a beteg. Ugye attól függ, hogy hogyan rögzítették ezt a szalagot, attól függ az ő rehabilitációja. Amit mi alkalmazunk, az a technika, az egy accelerált, úgynevezett felgyorsított rehabilitációt tesz lehetővé. Ugye mi nem alkalmazunk semmilyen külső rögzítőt, és megengedjük a betegnek, hogy gyakorlatilag azonnal terhelje a végtagot. Ez elősegíti a felgyorsult rehabilitációt. A keresztszalag pótlást követő tornánál nagyon fontos az, hogy betartsuk azt, amit a kezelő orvos, illetve a gyógytornász kér, azokat a mozgástartományokat, annál jobban, vagy tovább ne hajlítsuk, ne nyújtsuk a térdünket, mert ez a szalagnak a túlnyúlását okozhatja. 6 hetesen, még egyszer visszatérve a kérdezőnek a kérdésre, 6 hetesen azt javaslom, hogy gyógytornázni kell, kerékpározni már el lehet kezdeni, aztán egy 3-4 hét múlva már lassan a futást is megkezdheti, de mindenképpen konzultáljon a kezelő orvosával. E-mailen jött a kérdés Ferenctől. Jó napot kívánok, túl vagyok már 3 Osztené plusz hialuronsavas injekciós kezelésen. Mikor fogom érezni a hatását? Hát én azt szoktam mondani a betegeknek, hogy a hialuronsav kezelés, ha jó indikációval adjuk, akkor gyakorlatilag egy héten belül látványos javulást okozhat. Nem minden esetben múlik el teljes mértékben egy héten belül egy injekciótól a betegek panasza, de általában lényeges javulást szoktak mutatni.
Ez megint csak a kezelőorvosra van bízva, hogy megismétli ezt az injekciót, vagy úgy látja jónak. Amennyiben 3 injekciós kezelést követően semmilyen javulást nem érez Ferenc a térdében, akkor én úgy gondolom, hogy ezt abba kell hagyni, ezt a kezelést, és tovább kell lépni, ki kell deríteni, hogy akkor mi okozza a betegnek a problémáját, mert valószínűleg nem az, hogy az ízületi felszínének a porca egy kicsit fel van púlva, hiszen akkor erre valószínűleg jól reagált volna erre a kezelésre. Kivizsgálásnak mit javasolnál neki? Hát ezt így általánosságban erre nagyon nehéz választani, ugye itt nagyon lényeges az, hogy mikortól kezdődött a panasz, milyen behatásra érte egyáltalán sérülés. Én úgy gondolom, hogy ugye röntgenfelvétel az egy alapvető dolog, hogy ez legyen a téma. Ha ezek ellenére a panaszai nem javulnak, akkor a következő lépés az mondjuk egy MR-vizsgálat lehet a térdizületről, ami egy nagyon részletgazdag vizsgálat, és a térdizületnek a lágy részeiről nagyon jó képet ad. Köszönjük szépen. József kérdezi szintén Facebookról, jó napot kívánok, főorvos úr, jobb térdem elkezdett kattogni, vagyis mintha a térdkalácsom elmozdulna a helyéről. Javasolna valamit erre a problémára? 73 éves vagyok, már találkoztam a főorvos úrral pár évvel ezelőtt a bal térdem újjáalakításában. Köszönöm szépen válaszát, üdvözlettel József! Sok szeretettel üdvözlöm Józsefet is, és köszönöm szépen a kérdését. Én úgy gondolom, hogy 73 évesen, ha elkezd kattogni valakinek a térde, az általában az ízületi felszínnek, főleg, hogyha a térdkalácsán érzi ezt a problémát, ez az ízületi felszínnek a problémája lehet. Hogyha ezt különösebb fájdalom nem kíséri, akkor maga a hangjelenség az nem mindig probléma. Ha ez fájdalommal is jár, akkor elsődlegesen itt a gyógytorna lesz valószínűleg a választandó megoldás, ha a röntgenfelvételen nincsen semmilyen különösebb eltérés. A térdizület körüli izmokat, mind tehát a combizmomnak a feszítő és a hajlító izomcsoportját meg lehet úgy erősíteni, illetve a gyógytornászok segítségével olyan szelektív erősítő gyakorlatokat lehet végezni, amik a térd kalácsnak a mozgását is befolyásolhatják, és megszüntethetik ezeket a problémákat. 45 éves nőbeteg kérdezi e-mailen tőlünk, hogy neki lépcsőjáráskor szintén kattanást hall a térdében, ezek az utóbbi időben felerősödtek. És volt egy rossz mozdulata, és egy recsenést is hallott, MRI készült, és egy porcgyűrű sérülés, egy meniszkusz sérülést szenvedett. Igazából ez nem egy szakadás, hanem csak degeneráció. Hogyha degenerációt lehet látni az MR-en, nem volt egyértelmű számára az, hogy most operálni kell, vagy nem. Ilyenkor mire a teendő? Mit tud tenni? Annak érdekében eldőjön az, hogy ez most műtéti kezelést fog igényelni, vagy pedig ez konzervatív lesz. Hát ahogy ő most itt leírta a panaszát, ugye neki volt egy régebb óta fennálló krónikus, főleg lépcsőjáráskor jelentkező fájdalma, majd egyszer csak hirtelen érzett egy rossz lépés következtében kialakult recsenést. Ez általában a meniszkusz szakadása szokott lenni. Az MR vizsgálat sem egy 100%-ig pontos vizsgálat természetesen. Úgy kell értékelni az MR vizsgálatot, hogy megvizsgáljuk hozzá a beteget. Léteznek különböző olyan fizikális vizsgálati tesztek, amikkel azt ki lehet deríteni, hogy ez a meniszkusz sérülés, ez most egy valódi sérülés, ami panaszt okoz, vagy csak egy degeneráció. Ugye a degeneráció azt jelenti, hogy a meniszkusznak az állománya az nem egy homogén, egységes állomány, hanem egy kicsit felritkul az állomány, és sokkal sérülékenyebb ilyen esetben a meniszkusz. Tehát én úgy gondolom, hogy a kérdésre válaszolva, ilyen esetben a fizikális vizsgálattal együtt kell az MR vizsgálatot értékelni, és ha a betegnek hosszabb ideje fennálló ilyen jellegű panasza van, az műtéti indikációt képez. Nagyon szépen köszönjük. Úgy tűnik, hogy az akut kérdések azok most megszűntek, de még bátran kérdezzetek, még egy pár percig vagyunk, akár itt a Facebookon, akár pedig privátban az orvosválaszok@bmn.hu-n, tegyétek fel Gáspár Főorvos úrnak a kérdéseket. Társasjáték. Tegnap beszéltünk arról, hogy melyik is az a stratégiai társasjáték, amit kedvelsz, és mi az, amit most szívesen játszol. Én közben utána néztem, és a társasjátéknak kétféle formáját láttam, és kíváncsi vagyok, hogy te melyiket szereted. Az egyik az európai típusú társasjátékok, amelyek inkább gazdálkodással, kevesebb konfliktussal és szerencsével járnak,
rövidebb a játékidő. Ilyen például a Tobago, Pandemic, most aktuális. A másik típusú társasjáték pedig az amerikai típusú társasjáték, az inkább harci jellegű, erős hangulatú játékok, ilyen például a Rizikó. Te melyiket kedveled inkább? Hát én azt, tehát hogy ez is egyfajta felsorolás. Én alapjában véve a stratégiai játékokat kedvelem, amik gyakorlatilag inkább az első csoporthoz tartoznak, amit az előbb felsoroltál, tehát én ezeket a csatás játékokat kevésbé kultiválom. Egyébként vannak olyan játékok, amik stratégiai játékok is, de azért egy kis ilyen csetepté is van benne. Ezek is nagyon jó pofa játékok, és nagyon jól játszhatók. De ezek a játékok, amiket én kedvelek, ezek döntő többségében azért hosszabb játékok. Tehát nem egy fél órás játékra kell gondolni, hanem mondjuk egy másfél-két és fél órás játékra. Ezek összetett játékok, én ezeket kedvelem, ilyen például a Mars terraformálása. Vagy ha egy kicsit amerikai típusú játékot akarunk, akkor a Nemez is, amiben azért egy kis csetepaté is van, de ott is azért stratégiailag tervezni kell. Természetesen, ahogy a játékokban mindig a szerencse, az mindig közrejátszik a társas játékokban is. Kicsit párhuzamot vonva a műtétek és a stratégia között, ugye itt minimalizálni próbáljuk a szerencsét, tehát itt azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egy sikeres műtét legyen, ahhoz fontos, ahogy említetted, a tervezés, fontos a stratégia, és hogyha kell, akkor újra tervezés, menet közben újra gondolni, hogyha bármi közben jön, és kevésbé számítunk a szerencsére. Hogy érzed egyébként így a műtétek kapcsán, ugye több ezer műtétet végeztél pályafutásod során, mekkora a szerencsefaktor mondjuk egy-egy műtéti kimenetel kapcsán? Volt-e olyan műtéted, ahol számított az, hogy most éppen szerencséd volt, vagy szerencséd volt a beteg? Hát természetesen az életben is ugye mindenhez kell szerencse, így a műtéteknél is előfordulhat, de hogy te mondtad, mi inkább abban bízunk, hogy egy gondosan megtervezett, gondosan kivizsgált és felépített tervezéssel ugye sikereket tudunk elérni. Van olyan, hogy nyilván a szerencse faktor is részt vehet ebben. Én inkább úgy gondolom, vagy úgy mondom, hogy itt a tapasztalat az, ami egy kicsit a szerencsét minimalizálhatja, hiszen az orvostudomány az egy tapasztalati tudományág. Minél többet végezzük, minél inkább látunk eseteket, és tanulunk a saját hibáinkból vagy máséból, annál gyakorlottabbak leszünk, és annál sikeresebben tudjuk kezelni a betegeket. Talán említsük meg, mi is dolgoztunk együtt műtőben, hogy a műtőben kik azok, akik ehhez a stratégiához, kik azok a szereplők, akik egy sikeres műtétben, hogy minden rendben menjen, kik azok a szereplők a sebészorvoson kívül? Igen, hát ugye természetesen ahhoz, hogy egy műtét sikeres legyen, az nem csak az orvoson múlik, tehát hogy nem csak az orvos van egyedül a műtőben, hanem neki vannak segítői, meg vannak közreműködői. Ilyenek például ugye a fejnél álló altatorvos, illetve az altatorvosnak az asszisztense. Akkor az operáló orvost segíti a műtős nője, aki adja, vagy előkészíti azokat az eszközöket, és a sebész kezébe adja, amikkel a sebész tud operálni. Egy nagyon tapasztalt műtősnővel nagyon jól lehet operálni, és nagyon jó együtt dolgozni. Vannak olyan műtétek, amiket egyedül nem lehet elvégezni, mert asszisztensre is szüksége van az orvosnak, akik különböző részfeladatokat végeznek, vagy például tartják, a feltárásban segítenek, és végül, de nem utolsó sorban, szükség van műtős fiúkra is, akik a betegnek a pozícionálását, fektetését, valamint transportálását segítik elő. Például egy csípőprotézis műtéthez is ugye hány orvos kell, nem elég csak az operáló orvos. Így van, hát a csípőprotézis műtétet általában még az operáló orvoson kívül egy vagy két orvos is részt vesz, akik segítik a műtétnek a menetét. A térprotézis? A térprotézis műtétet ott általában az operáló orvoson kívül még egy orvosra van szükség. Keresztszalag műtétet, az artroszkópiákat, ezeket önállóan is meg lehet operálni, de ekkor is szükség van természetesen műtősnőre, altatorvosra, altatorvosnak az asszisztensére, még műtős fiúra. Ez egy összetett csapat, és az a jó, hogyha ez az összetett csapat összeszokott, jól mozog, gyakorlatilag már kitalálják egymás gondolatát,
mert ez nagyon felgyorsítja a folyamatot, nagyon felgyorsítja a műtétet, és nagyon jó kedvet ad az operáló orvosnak, és az nagyon jó az operáló orvos jó kedvel operál. Igen, és minél rövidebb a műtéti idő, annál kisebb a műtéti megterhelés. Pontosan. Meg ugye a fertőzésnek, a kialakulásának a lehetőségét is jelentősen lehet csökkenteni, hogyha egy tempós műtét történik. Hát a sikeres műtétnek az egyik alapvetően az összeszokott műtéti tím. Így van. Hát Főorvos úr, szép lassan az élő adásunkat lezárjuk, úgyhogy kérlek a végéig még egy pár gondolatot elmondanak, és a végén majd elköszönünk. Hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet mindazoknak, akiket a tért fájdalom és annak a sikere, annak a gyógyulásának a sikerösvénye érdekelt. Most inkább a tért műtétekről kérdeztük a ortopéd sebészünket, dr. Gáspár Szabolcsot. De bevezetném a következő heti témánkat, ami szintén egy nagyon gyakori mozgásszervi panasz, így egy mozgásszervi rendelő vagyunk, és sok ízületi típusú fájdalmakkal foglalkozunk. De ami nagyon nagy érdeklődésre ad számot, és nagyon sok kérdés érkezett hozzánk, és ezért tűztük ki célul, hogy a derékfájdalomról szeretnénk a következő adást adni. Ez május 30-án, tehát mához egy hétre 12 órakor a konzervatív terápiákról fogunk beszélni. Egy derékfájdalom kapcsán mik lehetnek azok a nem műtétes terápiák, amikkel tudunk segíteni. Majd rá egy hétre, június 5-én elfogadta meghívásunkat az Országos Idegtudományi Intézetnek a vezető professzora, professzor dr. Bancsarovszky Péter, a Magyar Tudományos Akadémiának doktora, aki egy olyan műtéti megoldást fog prezentálni nekünk, amit Magyarországon csak ő végez. Ez egy endoszkópos, hasonló, mint az artroszkópia, csak ő endoszkóppal, ugyanegy kamera segítségével operál porckorong sérvet. Úgyhogy nagy izgalommal várjuk, eddig néhány ilyen műtét történt már Magyarországon, ezeknek a kezdeti tapasztalatairól fog nekünk beszámolni. Szeretném újból megemlíteni, hogy nézzétek a TV2 életmódi magazint és az RTL-nek az egészségkalauz magazinját most hétvégén 23-án és 24-én, ahol professzor dr. Laca Zsombor, szintén a BMM orvosa, kutatóorvos, aki a vérplazmaterápiával összefüggő, illetve a térdízületi alkalmazás a szérumterápia kapcsán fog egy esetet bemutatni, és annak, hogy hogyan is történik a szérumterápia. Tegyétek fel továbbra is kérdéseiteket a Facebookon, tegyétek fel a kérdéseiteket az orvosválaszol@bmm.hu e-mail címen, ahol továbbra is várjuk a kérdéseket, és készséggel fogunk erre válaszolni. Nyitva vagyunk, el tudtok jönni személyesen is, hogyha akut térfájdalom van, akkor minél előbb, hogyha krónikus és éppen egy fellángoló epizód van, akkor szintén várunk titeket. Főorvos úr elmondta a 19 órás foglalási garanciát, szakorvos elérhetőek vagyunk, és minden rendelőnkben, most már Óbudán is, a Kolosi tér közelében is szakorvosaink várják június 1-től a pácienseket. A BMM Live adásai pedig minden pénteken 12 órakor, jövő hét és azutáni héten a derékfájdalommal fogunk foglalkozni, úgyhogy ezzel kapcsolatos kérdéseket küldjétek el, osszátok meg ezt a videót, hogyha érdekes volt, és gondoljátok, hogy ismerőseiteket is érdekelheti. Én szeretnék csodás hétvégét kívánni, köszönjük szépen a figyelmet, fontos az, hogy sportoljatok, menjetek ki a jó levegőre, a kerékpározás jót tesz a térdízületnek, és elköszönök, szervusztok, viszontlátásra! Viszontlátásra!